Itt Nákófalva határában történt a mérgezés. Az erdő környékén találták meg néhány nappal ezelőtt az elhullott állatokat. A helyiek azt mondják, még napokkal az eset után is fedeznek fel elhullott egyedeket. Értetlenül állnak a történtek előtt. A stábunk által megkérdezettek szerint a mezőgazdaságban használt vegyszerek okozhatták a mérgezést. Az elpusztult madarak hiánya további gondokat okozhat majd a mezőgazdaságban. A ptice, vrane, kao vrane, one su predatori, uništavaju štetočine, insekte, miševe, pomažu nam u ataru. Dobro, koliko nam pomažu, negdje i odmažu, što se tiče usjeva, narešto kad se posije, one umiju da vade sjeme, ali su dobre za insekte, one kupe insekte. To najviše možemo vidjeti kad se kosi djetelna. To onda spuste se i traže insekte. Pa šteta jeste. Az eset a faluban és környékén dolgozó méhészeket is aggasztja, hiszen a méheket is egyre nehezebb megvédeni a permetezési időszakban. Na pčele ne može da utiče zato što još nisu počeli da prskaju sa otrovima. Znači, kad prskaju po njivama, onda pčele nasradaju preletanju. Trebalo bi država da donese zakon da se samo prska noću s tim otrovima, jer pčele u preletanju uginu. Razumete, a i prskaju i ovako u cvetu. A vadász egyesületek is foglalkoznak a problémával, mert a vadállatállomány is veszélyeztetve van azáltal, hogy komolyabb ellenőrzés nélkül használhatóak a különböző vegyszerek. Sok esetben olyan vegyi anyagok kerülnek a természetbe, amelyek már korábban be voltak tiltva. Azok a varjak, két-három fajta varjú, azok nem vadász állatok, nem vadásszuk, de azok mellett biztos, hogy húltak el például a fácánjukból is. Egyébben tudjuk, hogy a daruk elhúltak ott kikint a környékén szintén, de hát mink egyszerű emberek nem sokat bírunk ezen. Az ornitológusok szerint ez az eddigi legnagyobb mérgezés által okozott madárpusztulás Európának ezen a részén. A szakemberek szerint aggodalomra ad okot az is, hogy a mérgezés közelében egy pár parlagi sas is fészkelésbe kezdett. Az ornitológusok szerint ezek a ragadozó madarak is veszélyben vannak.